Megőrizhető-e a múlt és összerakható-e bizonytalan emlékképekből? Milyen az, ha egész életedben kívülről képzelted el magad? Ki vagy valójában, ha az egyetlen célod elbújni és másokat is elrejteni a legrosszabb gondolataid elől? Az Elrejteni Jorgos Yiannopoulos című darab Pintér Anna 2021-2022-es okulári évadot nyert En passant című kisdrámájából készült. Az okulári projekt célja, hogy teret biztosítson kortárs magyar pályakezdő drámaíróknak arra, hogy élőben minél nagyobb közönség előtt próbálhassák ki magukat. Az alkotók a Fiatal Drámaírók Háza támogatásával hozták létre a produkciót, melyet a Trafóban láthatnak december 21-én este 8 órától. Egy évben több pályázatot is kiraknak az okulári projektnek a keretein belül. Itt mindig van egy jelige, és erre kell kis drámát írni. Ez maximum 4 szereplős lehet, és bele kell mindenképp a jeligét építeni. És itt nyertem először a Bodobácsok című kisdrámámmal. Ezzel jutottam be, tehát minden forduló nyertese még összemérte magát egyszer, és akkor az En passant című kisdrámával pályáztam, amivel sikerült ezt az egészet megnyerni, és ebből lett a mostani egész estés darab az Elrejteni Jorgos Yiannopoulos. Tehát mi volt a jelige egyébként? Rukkola. Rukkola? És a rukkoláról, bocsáss meg, a rukkoláról, hogy jutsz el egy távkapcsolati drámáig? Alapból ez egy elég nehéz jelige, mert például a Bodobácsok az a műtő jeligére született, azt azért könnyebb volt megfogni és beépíteni aktív cselekvésbe. Nyilván egy passzív tárgyal nehezebb mit kezdeni, úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a stilizáció irányába mennénk, és így szimbolizál ez is egyfajta függőséget. Tehát adott két szereplő, ebből az egyiküknek az alkohol, míg a másiknak talán inkább a drogok, amik a függőségei, és ez is egyfajta rögeszme ezek felé, a tárgyak felé, de közben ott van az egymás iránti rögeszméjük, az, hogy ez most valós szeretet, ragaszkodás, függőség, igazából ezt boncolgatja a darab. Én nem a volt barátod vagyok, és soha nem is elkerülni. Nekem megmérdik az is a látomásokat. Rajtam nem látszik. Mindenki látszik. Pánikrumon lesz. Na, nem kell pánikrumon. Nem pánikrumásról beszélek. Pánikrumon. Miért az nem ugyanaz? Nem, az olyan. Én az énekre nem hiszem. Hát pedig itt vagyok én, az élő bizonyíték. Nekem a szöveg az nagyon tetszett, és azt hiszem, hogy sok szempontból van is hozzá kapcsolódásom, meg most már azt látom, hogy kapcsolódásunk is van hozzá, és tudom, hogy ez most egy ilyen halálugrás, hogy az ember azt mondja, hogy akkor két hét alatt most összerakunk valamit, gyakorlatilag a helyszínen is nagyon keveset tudunk próbálni, egyik vendéglátóhely pincéből a másikba megyünk, de mindegy, hát szerintem most még vagyok olyan lelkes fiatal, meg nem tudom, rugalmas. Igen, főleg ha bemelegítünk, hogy ki tudok ilyeneket próbálni. Sokszor fordul elő az, hogy az egyik, hogy ön is kérdez valamit, és én egyáltalán nem arra válaszolok, vagy fordítva. És ez mindig, ugye, már ha csak a szövegtanulást nézzük, ez mindig tör rajta egyet, hiszen akkor ez jelzi azt, hogy a te karaktered meg teljesen más irányban benne, vagy máshol van agyilag, de akkor is, mint szöveg, mint színész, aki magadévá szeretnéd tenni, baromi nehéz ezekkel a törésekkel. De amúgy ez is azt mutatja, hogy mennyire nincsenek egy hullámhosszon. Tehát valamit ők ketten nagyon erőltetnek, amit lehet, hogyha egy kicsit jobban elemeznék saját magukat, vagy az életüket, vagy ránéznének kicsit hátrébről, akkor látnánk, hogy... A távkapcsolati drámában Kovács Eszter egy nap úgy dönt, el akarja rejteni Jorgos Yiannopoulost, átharcolva őt elméje legsötétebb zugain, végül rájön, hogy a saját gondolatait sem képes irányítani, mégis eltökélten keresi tovább azt a helyet, ahol örökre megőrizheti szerelmét. Egy éve. Valamiről nagyon beszél. Valamiről nagyon beszélgettünk. Valahogy így. A táncokban akarom azt megmutatni, hogy ez igazából nagyrészt egy visszaemlékezés. Aha. Sok emlékkép található így a darab során. És ugye nyilvánvalóan az emlékeket nem tudjuk teljesen önmagukba megőrizni. Sokszor hozzáteszünk, sokszor átalakítjuk, és szerintem így a dalokat hallgatva,
meg így a szöveget olvasva, szerintem ez egy fontos dolog, hogy nem tudjuk megőrizni az emlékezetünket úgy, ahogy volt. Uh-huh. Mert mindig máshogy alakul. És az, ami történt, az egy akkori dolog, de valószínűleg nem úgy fogjuk elraktározni magunkban. Én nagyon szeretem a mozgásszínházat, leginkább a Horváth Csaba, amit csinál, azt az irányt nagyon, és ő tanított is minket az egyetemen, meg sokat dolgoztam is vele a Víg Színházban, amikor még ott voltam társulati tag, tehát én ezt az irányt, hogy valahogy a mozgás picit elemelt, picit érthetetlen, de mégis ad egy ilyen második jelentést a mondatoknak, én ezt nagyon szeretem. És nagyon szívesen csinálok ilyet, nyilvánvalóan nekem sincsen táncos előképzettségem, csak annyi, amennyit az egyetemen, meg a próbák alatt, meg a sok zenés darabban, amit csináltunk. De én nagyon örülök neki, és szerintem az Olivia, aki a koreográfusunk, ő egy eszméletlen lelkesedéssel és pozitív hozzáállással egyszer csak berobbant. És először nekem fura volt, vagy idegen volt, hogy olyan fajta mozgásokat csinálunk, mint egy táncelőadásban, és aztán rájöttem, hogy ez tök jól működhet, mert szerintem mi színészek vagyunk, nem táncosok, és az ad neki egy jó furaságot, hogy olyan emberek csinálnak táncos mozdulatokat, akiknek nem feltétlenül ez a képzettségük, mert az egészből lesz egy picit természetesebb hangulatú dolog, és benne van az is, ahogy erről a kapcsolat, amiről szól ez a darab, hogy bénázunk. És én nekem ez tökre tetszik, mert ők is a kapcsolatukba bénáznak, nem találják egymást, nem találják magukat, és szerintem, ha jól csináljuk, akkor ki tud ez belőle jönni, hogy mi is egyszerű figurák vagyunk, és nem csinálunk úgy, mint hogyha ha szuper táncosok lennénk. Ezt akartam én is mondani, de... hogy én nagyon kedvelem azt, hogy annak ellenére, hogy mozgás színházat csinálunk részben, mi mégis, mint színészek vagyunk, abszolút jelen, és szeretem, hogy nem csinálunk úgy, mintha, hanem adjuk és csináljuk azt, amihez értünk, amit tudunk. Semmi, azt hiszem, kicsit sokat ittam. Igen, mind a ketten sokat ittunk. Nem akarsz itt aludni vele? Aludni? Igen, velem. Azt nem lehet. Igen, butaság volt. Hülyeség. Várj, megmagyarázom, én nem nagyon tudok. Mi? Aludni. Igen, aludni. Se egyedül, meg mással sem. De veled megpróbálom. Próbáltam úgy megcsinálni, vagy próbálom úgy megcsinálni, hogy ezek ilyen kiemelkedő mozgások legyenek, hogy így elemelkedjenek a darab realitásától. Ezt úgy értem, hogy amikor elkezdenek mozogni a színészek, az egy olyan, mint hogyha egy mesefilmet néznénk, és az egy kicsit olyan absztraktabb dolog. Én azért szerettem ezt az anyagot, mert van benne nagyon sok olyan jelenet, ami nagyon mindenki magáinak érezheti. Velem is történt ilyen, nekem is volt ilyen kapcsolatom, de van benne néhány mondat, vagy néhány jelenet, ami meg annyira személyes, annyira valahogy az Annának a tapasztalatát írja le, amitől hirtelen az ember ugye berántódik azzal, hogy igen, hasonló ilyen velem is megtört, és egyszer csak találkozik valami egészen más fura gondolkodással. Igen, konkrétan abszolút csapja néha egy annyira nyílt és őszinte történés a darab szempontjából, ami egy pici hideg zuhany, és aztán már sodrodunk is tovább a sztoriba. És ez szerintem izgi, legalábbis jelenleg azt hiszem, hogyha én nézőként nézném ezt a darabot, akkor én ezt baromira értékelném, és nézőként tök hálás lennék érte. Az előadás december 21-én este 8 órától láthatják a Trafóban, de az alkotók bíznak benne, hogy a jövőben nem csak Budapesten, de vidéken is bemutathatják a darabot.